Sziasztok, én Gábor vagyok, és a mai videóban folytatjuk a repülős kalandjainkat. Az előző részhez képest annyi a fejlemény, hogy már a kettes gépek teljesen egészében megvannak, hármas gépeknél van még itt egy kis hiányosság. Beleállok a legközelebb ahhoz, hogy meglegyen a következő gép, a négyes. Most vele fogok menni egy-két karikát, attól függ, hogy mit fog hozni az esély, a játék, az annak függvényében, hogyha nem, akkor már megyek a másik két géppel is, de abban főleg vele fogok játszani. És ne is szabíts tovább a szót, vágjunk is bele az egészbe. Na, bent is vagyunk, be is dobott bennünket. Várjuk, hogy elindítsa. Nem megyek ide. Balra. Nézzük, mit bírok ott csinálni. Ott már lövöldöznek is a légvédelem. Ott van egy nehéz vadász, mindjárt elkapjuk. Szét kell lőni. Nem hagyhatjuk itt. Átfordulunk a következőre. Na, na, na. Így, el is vittük a gépet. Jövünk át őre. Elfoglaltuk a pontot, ezért robbant föl. Gyerünk be középre a repülőtérre. Középen még azért vissza tudjuk hozni. Oké, előbb is elfoglalt egy pontot. Nem baj. Mi ott viszont fölfordulunk. Elkapjuk. A névédelem már lőne is, hogyha eltalálna. Van mögötte még gép. Ó, de jó. Elfoglalták a pontot. Vissza kell foglalnunk. Vagy el kell foglalnunk tőlük. Meddig kacskaringózol te még itten? Nagyon szép. Fordulunk vissza. Elkapjuk őt. Paul. Megtaláltalak, Paul. Nem baj, mindjárt teszünk egy karikát és újra ráfordulunk Paulra. Jaj, amerikai géppel van. Picit jobban fordul, mint én. Az itt a probléma. A Pault elvittük. Viszont kicsit elkaptuk. Mire fordulok, mert ő nagyon engem akar. Nem, szerintem itt mindenki engem akar. Sebzünk még egy kicsit ebbe bele, de úgyis meghalok, mert esélyem nincs ellenük. Igen, ez úgy várható volt.
Mindjárt mehetünk is vissza. Ők állnak nyerésre, az a baj. Csapatomban én vagyok itt a igásló. Kapjuk el azt a bombázót, de nem mocskos gyorsan. Áh, és éppen nem bírtam elvinni. De én mostában elvittem. Valahol lennie kéne még egy gépnek. Huncut vagy, én látom nagyon. De mindjárt megcsipegetlek egy kicsikét, azt már nem eszed, hogy a huncut. Német testvéreimet meg kell kicsit szabályozni. Gyönyörű. Oké. Kapjuk el őt. Gyorsan. Hát nem tetszik, nem. Mindjárt kapsz még egy keveset. Csak hagyd forduljak vissza. És elvittem. Gyönyörű, gyönyörű. Gyerünk be középre. De sajnos ezt a csatát nem fogjuk megnyerni. És leütközött. És ő meg túlélte. Na se baj, már a következő körben hát, hogyha tudunk jobban musikálni. Így van maga a végeredmény. Én ennyit tudtunk összehozni, vagy tudtam összehozni ebben a csatában. Remélem a következőben már egy picit jobban tudok teljesíteni. Nézzük is, hogy sikerülni fog el leszózózni ezt a kis gépecskét. Benn is vagyunk. Mindjárt el is indul. Nem menjek ide egyből szembe. Erre a bázisra itt. És megpróbálom elfoglalni a csapattársakkal. Kapnak egy vadászgépet a nyakukba. Úgy néz ki, annyira nem örülnek neki. Sajnos nem én vittem el. Elfoglaltuk a bázist. Nagyon szép. Akkor elmegyek ide szembe, és megnézzük, hogy ott mit tudok magammal kezdeni. Ha van valami, aki jobb, de hát
Ez bármilyen játékban előfordulhat. Viszont itt is vagyunk, azt a bombázót az gyors el kéne kapni. Mert hogy erre már tudna akármit is tenni. Az volt egy bombázó, és meg is van a pont. Nagyon király. Van valahol egy ott. Ugye vissza is fordulok én rá. Szovjet bombázó. El kéne gyors kapni. Mert aztán baj lesz, hogyha itt elkezdi bombázni a pontunkat. Nem tudom, ez sebzette valamennyit vele. Éppenséggel nem úgy tűnik. Meg leszel akkor is. Ha már a pusztulok, akkor is kilőlek. A pontunk az meg lett védve. Sikeresen. Az a baj, hogy ott szemből elég sokan jönnek. Kettő bombázó. Nagyon király. Szava bátyja. Jövök én is játszani! Majdnem leértünk az aljára. Mindennek az aljára. Ez is megvan. Most csak gyors kapjuk el. Nagyon szép. Ott is jön egy. Kapott tőlem egy alagnyit. És győzelemre állunk, de ez még bármikor fordulhat. Az ellenfél javára sajnos. Úgy, lőjed. Itt is elvittem. Ott is érkezik egy valami, ami szintén bombázónak tűnik, úgyhogy elkezdjük sorozni. Közben kilőttem valamit. Szét kell lőni ezt a bombázót. Ez még akármit tudná nekünk tenni. Közben van egy kis engine problémánk. A hátsó lövészével kilőtt. Ügyes volt, szép volt. Ilyen próbál vele jövök vissza. Ide. És van egy kis repülő. És itt innen kapjátok szét, de mocskos gyorsan.
Az is megvan. Érkezik egy vadász. Még maximális az életereje. El kéne gyors kapni. És ha lehet likvidálni. Na ez mi volt? Nem baj, belesebeztünk. Lőd ki, gyönyörű. Ott is jön valaki. Érkezik ott szintén egy vadászgép. Szerintem sima vadász, vagy több célú vadász, azt már én meg nem mondom neked. Szerintem egy kicsit érdekesebb vagy. A versát. Merre vagy, merre vagy? Forgolni szeretné? Én nem bírok forgolni, viszont az eltállok az ágyúimmal, az neked kicsit fáj. Maradjunk annyiba. Itt sem fogok sokáig húzni. Mert ketten vannak éppen rajtam. Van egy nehéz vadász is itt mögöttem, sajnos. Még őt sírba kéne tenni. Valahogy. Valahogy őt még a sírba kéne gyors tenni. Igen. Ez így igen gyors volt. És majd a végeredmény táblán találkozunk. És lézzárom a videót, sajnos melyen rövidre volt csak időm. Íme a végeredmény. Ezt tudtam összehozni a mai csatában. A mai utolsó csatában. Ahhoz képest elég rendesen tudtam aprítani. Pár küldetést is folytatok tovább. És azt hiszem, hogy kibírom fejleszteni őt. Kényelmesen. És meg is bírom venni. Írni. Ez megtörtént. Van egy 4-es BF-109B-m, amivel majd a következő videóban fogok foglalkozni. Egy kicsikét, és itt maradt egy kevés szabad tapasztalati pont, amit aranyér át is váltok. És a BF-nek adok egy jobb motort, illetve 2 darab 7,92-es gépágyút. A motort azt megveszem neki a 20 milliset, illetve a géppuskát is megveszem neki. És vele majd a következő részben fog foglalkozni. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki végignézte. Hogyha tetszett, dobj egy lájkot. Illetve, hogy nem akarsz lemaradni a folytatásról, vagy esetlegesen másfajta tartalmakról, ne felejts el feliratkozni. A következő videóban találkozunk. Addig is jók lehetek. Én Gábor voltam. Sziasztok!